Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Ma december 1-e van, advent első vasárnapja, ezzel pedig elkezdődött a karácsonyi ünnepkör. A mai napon az Elzák ünneplik névnapjukat. 94 éve a mai a magyar rádiózás napja, 31 éve ez az AIDS elleni világnap, továbbá 219 évvel ezelőtt született Vörösmarty Mihály, magyar költő és drámaíró. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Elkezdődött a karácsonyi ünnepkör, ma van advent első vasárnapja. 3,9%-kal megdrágult az áram Szerbiában. Életbe lépett a szerb büntető törvénykönyv módosítása, szigorúbb büntetések a gyerekgyilkosoknak. Megérkezett a december, ezzel együtt pedig a tél is, fagyra ébredhettünk ma. Ma van advent első vasárnapja, a karácsonyra történő lelki felkészülés 4 vasárnapon át tartó időszaka. Ilyenkor asztalra kerül a várakozást jelképező koszorú, a ráhelyezett 4 gyertya közül minden vasárnap egyel többet gyújtunk meg. Ma délelőtt Csantavéren a nagymise előtt a minisztránsok a hittanosokkal együtt gyújtották meg az első lila színű gyertyát a templom előtti téren felállított koszorún, amit a helyiek készítettek. Idén könnyű megjegyezni az ünnepkör kezdetének idejét, hiszen advent első vasárnapja december 1-ére esik. Ezen a napon gyújtjuk meg az első gyertyát a koszorún, ami hagyományosan lila színű. Ez ugyanis az advent liturgikus színe, amely bűnbánatot, az összeszedettséget és a szent fegyelmet jelképezi. Csantavéren a falu apraja nagyja összegyűlt. Meggyújtották az első gyertyát a templom előtti téren. A karácsony mindenki számára mást jelent. Hajtsunk Leó kedvenc ünnepe azért, mert ilyenkor az egész család együtt van. Csinálunk sütit, és egy pohárba öntünk tejet a Mikulásnak, mind a legtöbben. És jön minden évben a Mikulás? Igen. És miket hoz? Hát az mindig mást. Egyszer kértem tőle egy társas játékot. Bár nekem az is megfelelt, amit kaptam. Mert gumicukrot kaptam. A karácsonyi ünnepkörhöz számos népszokás hiedelem kapcsolódik. A gyerekek a családi meghittséget és a közös programokat szeretik. Szoktuk díszíteni a karácsonyfát, és még szoktunk verseket is mondani, díszíteni az ablakokat. A csantavéri származású Angyal Arnold Jeremiás, ferences testvér prédikációjában egyebek között arról beszélt, hogy rohanó világunkban fontos lenne, hogy ebben az időszakban elcsendesüljünk és magunkba forduljunk. Külsőségekkel vagyunk el, nem annyira lényegre figyelünk, nem Krisztus születésre, hanem az, hogy most ajándékot adjunk egymásnak, megvegyük az ajándékot, hogyan vegyük meg, milyen díszek legyenek a fán, meg egyáltalán legyen karácsonyfa, és mindeközben elveszik a lényeg az, hogy Isten Jézus Krisztus személyében emberré lett, és köztünk lakott, és ezt szerint körülmények között tette meg. Advent második vasárnapján, azaz december 8-án szintén egy lila színű gyertyát kell meggyújtanunk, ami hitünk szerint a reményt jelképezi. Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos vajdasági rendezvényekkel híradunk folytatásában még foglalkozunk. A fogyasztás érzelem nélküli kultúrája ellen emelte fel szavát Ferenc pápa, aki advent első vasárnapján a szeretet és a család karácsonyát hirdette beszédében. A katolikus egyházfő a kielégíthetetlen fogyasztási vágyat olyan vírusnak nevezte, amely gyökereinél fertőzi meg a hitet is, mert elhiteti, hogy az élet kizárólag a birtoklástól és fogyasztástól függ, és figyelmünket elvonja Istenről és a közelünkben lévő embertársainkról. Hozzátette, hogy a tárgyakat halmozó emberiségnek semmi sem elég, mindenki fenyegetve érzi magát a másiktól, örökös az elégedetlenség, egyre több a harag és a gyűlölet.
Megdrágult az áram Szerbiában, mától kezdve 3,9%-kal fizetünk többet az energiahordozóért. Az emelés a januári villanyszámlákon lesz tapasztalható. Csak a háztartások fizetnek többet december 1-től, az ipar számára marad a régi ár. Ebből az következik, hogy várhatóan más termékek árára nem lesz kihatással a drágítás. Már 2 éve nem változott az elektromos energia ára, emelte ki korábban Alexander Antić, szerb energetikai miniszter. Hozzátette, még az emeléssel együtt is nálunk a legolcsóbb az áram az egész térséget tekintve. A mostani csaknem 4%-os emelkedés havonta átlagosan mintegy 150 dináros plusz költséget jelent a családoknak. Ez persze annak fényében változik, hogy mennyi az adott háztartás havi áramszámlája. Az információk szerint más energiahordozók ára nem változik a közeljövőben. Ahogyan arról tegnapi híradásainkban részletesen is hallhattak, ma életbe lépett a tényleges életfogytiglani börtönbüntetést lehetővé tevő törvény Szerbiában. A szerb parlament májusban fogadta el a büntető törvénykönyv erre vonatkozó módosítását. December 1-től tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik Szerbiában a gyermekgyilkosokat, a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait, illetve azokat a nemi erőszakot elkövetőket is, akik terhes nőkkel, gyerekekkel és magatehetetlen személyekkel erőszakoskodnak. Ez egyébként a Tijana Jurić alapítvány által 2017-ben kezdeményezett törvénymódosítás lényege, amit több mint 160 ezer polgár támogatott aláírásával. Az alapítvány vezetője Igor Jurić az igazságszolgáltatásban dolgozók előtt mondta el véleményét a módosítással kapcsolatban. Ali dalje ne mogu sa vama da razgovaram na temu pravde, ali ono što znam mnogo bolje od vas i ono u šta sam i nadam se u stvari da mogu da pričam sa vama na jedan mnogo konkretniji način, a to je kako je biti otac jedne lepe, sretne devojčice koja ima budućnost ispred sebe i kako je biti otac iste te devojčice koja je ubijena na najmonstruozniji mogući način. Ja o tome mogu da vam govorim i kažem da znam apsolutno da ova izmena krivičnog zakonika će na mnogim od vas biti jedna ogromna odgovornost. Danas dodeliti sigurno doživotnu kaznu zatvora nije laka odluka i toga sam ja potpuno svestan. I znam da vi niste drva, da vi imate emocije i da je to zaista teško. Teško je reći jednom čoveku nemaš više pravo na slobodu. Ali ja vam kažem, isto tako smo mi kao porodice osuđeni na doživotnu kaznu zatvora. A ma életbe lépett büntető törvénykönyv módosításával az életfogytig tartó szabadságvesztés mellett számos más újdonság is bekerült a jogrendbe. Súlyosabb büntetésre számíthatnak Szerbiában a visszaeső bűnözők és a drogkereskedők, és megjelenik egy új bűncselekmény is, ez pedig az ügyvédek elleni erőszak. Szigorodik ugyanakkor a munkáját végző hivatalos személy ellen elkövetett bűncselekmény után járó büntetés is. December 1-től az ellenőrök, közjegyzők, ügyészek és bírók, valamint a szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák elleni erőszak is szigorú büntetést von maga után. Ezekben az esetekben 2-től 12 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, attól függően, hogy milyen súlyos a bűncselekmény. Újabb földrengések rázták meg ma Albániát, a földmozgásokat a délelőtt folyamán, valamint nem sokkal délután regisztrálták. A legtöbb ezek közül a Richter skála szerinti 4-es erősség körüli volt. Az információk szerint áldozatokat és sérülteket nem követelt a mostani földmozgás. Albániában már napok óta nem nyugszik a föld. A legerősebb mozgást november 26-án regisztrálták, akkor 6,4-es volt a földrengés, és 50 emberi életet követelt. Továbbá 2000 ember megsérült. Ma egyébként Bosznia-Hercegovinában is volt földmozgás. Ott hajnali 4 órakor egy 4,2-es erejű rengést mértek.
Az iszlám állam azt állítja, hogy egyik harcosa volt az a késes támadó, aki két embert megölt és többeket megsebesített pénteken London egyik hídján, jelentette szombaton a terrorszervezet szócsöveként működő Amák hírügynökség. Az iraki és szíriai területeitől teljesen megfosztott dzsihadista csoport bizonyítékkal nem szolgált, de azt állította, hogy a késes támadás azért történt, mert felszólította híveit, hogy hajtsanak végre merényleteket azok ellen az országok ellen, amelyek hadat viselnek ellene. Megkezdte munkáját az új Európai Bizottság, mától lépett hivatalba az új biztosi testület, amelynek magyar tagja Várhelyi Olivér a szomszédság és bővítés politikáért felel. Várhelyi Olivér a magyar közmédiának elmondta, minél hamarabb el kell kezdeni a nyugat-balkáni bővítési folyamat újra tervezését. Albánia és Macedónia teljesítette a feltételeket, amiket az Európai Unió kiszabott neki, de meg kell győződni arról, hogy ezzel minden tagállam egyetérte, közölte. Várhelyi Olivér kiemelte, a legfőbb célja a jövő év elejére, hogy ezeket a támogatásokat megszerezze, és a két ország zökkenőmentesen tudjon csatlakozni az Unióhoz. Ma van az AIDS elleni küzdelem világnapja. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a HIV-fertőzött személyek száma 35%-kal emelkedett az előző évhez képest. Szerbiában hivatalosan több mint 2700 fertőzött él, de a nem hivatalos adatok szerint ez a szám akár kétszer ennyi is lehet. A betegséggel fertőzött személyek diagnosztizálásakor 8-szor többen vannak a férfiak, mint a nők. Idén országszerte 16 személy halt meg a kór következtében, közülük 14-en férfiak voltak. Ezekben a napokban országszerte ingyenes HIV teszteken lehet részt venni. A szakemberek szerint nagyon fontos a korai felismerés, mert napjainkban már rendelkezésre állnak olyan gyógymódok, amelyekkel a korai stádiumú AIDS hatékonyan kezelhető. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 65 adorjáni óvodás és alsó osztályos kapott ma ajándékcsomagot a helyi templomban. Disznótorral egybekötött András napi vigadalom volt a hétvégén Törökbecsén. Megérkezett a december, és ennek megfelelően a tél is. Erős fagyra ébredtünk ma reggel. Egyes helyeken mínusz 7 fokot is mutatott a hőmérő higanyszála. Az elkövetkező napokban is a mostanihoz hasonló időjárásra van kilátás, azzal, hogy holnaptól csapadék is párosul a hideghez. Olvasható a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet honlapján. A héten hajnalban végig szinte fagypont alatti hőmérsékletek lesznek, napközben pedig nem emelkedik 4-5 fok fölé a hőmérő higanyszála. Hétfőn a magasabban fekvő területeken havazás is előfordulhat, térségünkben pedig ónos eső is lehet. Helyenként csúszós utakra és jegesedésre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. Az elkövetkező napokban csapadék, fagy és helyenként köd nehezíti a közlekedést, így azok, akik részt vesznek a forgalomban, fokozott óvatossággal tegyék azt, hívják fel a figyelmet. Hozzáteszik, a téli abroncsok és a megfelelő felszerelés használata akár életet is menthet. A magasabban fekvő területeken havazáskor kötelező a hólánc, szögezik le. A legveszélyesebb időszakok a hajnalok, amikor fagyréteg képződhet az utakon, így megnő a balesetek esélye is. Vezessünk, közlekedjünk óvatosan. Rendhagyó ünnepi szentmisével kezdődött az új liturgikus év a szabadkai Ferences templomban. Advent első vasárnapjának ünnepén 26 szabadkai és környékbeli magyar és horvát ajkú fiatal részesült a bérmálás szentségében, amit Bábel Balázs a kalocsai kecskeméti főegyházmegye érseke szolgáltatott ki az alkalmi szentmisén. A vasárnap délelőtti szentmisén teljesen megtelt Szabadka a legrégebbi temploma. A bérmálkozók mellett ott álltak a bérmaszülők, a felkészítő papok, hitoktatók, a rokonok, a barátok. A fiatalok megilletődötten fogadták el a kalocsai érsektől a Szentlélek közlésének szentségét. Mit jelent számodra a bérmálás? Felnőtté válás, ez az egyházi élet megerősítése. A hét szentség közül a második csak egyszer kiszolgáltatható élő szentség a bérmálás. A szabadkai gyakorlat szerint őszi bérmálási időszak is van.
pont az érsek úr személye miatt különleges ez a bérmálás, hiszen ezer éves anyaegyház megyénkhez a Kalocsához való tartozásunkat erősíti az ő jelenléte, aki oly sokat tesz nem csak imájával, hanem jó példájával és segítő jó szándékával is, hogy törődjön a határon túli magyar hívekkel, különösképpen Bácska hívő népével. A kalocsai érsek arra hívta fel a bérmálkozók figyelmét, hogy miután immár Jézus Krisztus küldötteivé lettek, feladatukká vált, hogy biztosítsák az apostoli anyaszentegyház folytonosságát. Bábel Balázs homiliájában Kosztolányi Dezsőt idézte. Itt adva volt, hogy szabadkai születésű Kosztolányi Dezső, akinek pont az egyházi évhez van egy gyönyörű szép gondolatmenete, amiből csak egy kis részletet olvastam fel, ami az adventre és általában az egyház évre vonatkozik. Úgy gondolom ideillett, és ebből indítottam azt a gondolatot, hogy a fény emberei azok a jó tettekben, a Krisztus követésben élik meg a megbírmáltságukat, a felnőtté vált keresztény életformájukat. A bérmálkozók megélhették a lelki derű és üdvösség érzését, hangzott el a szentmisén. A bérmálás szentségét kiszolgáltató kalocsai érseket a Bácsi vár kapuját ábrázoló képpel ajándékozták meg a bérmálkozók, illetve a Szabadkai Egyházmegye, és ezzel azt üzenték, a kapu arra való, hogy belépjenek rajta. Karácsonyi ünnepi programot tartottak vasárnap Királyhalmon. A résztvevők színes program keretében hangulódhattak az adventi időszakra. A műsorra érkezett vendégek a Pántlika, az Ezer jó kórus, valamint a Királyhalmi népdalkör előadását is megtekintették. Az adventi időszak egy téli út a karácsonyi csoda felé. Így foglalták össze az előttünk álló ünnepkört azok a gyerekek, akik felléptek a Királyhalmi adventi műsoron. Nagy György Kornél néptánccal és versmondással is készült az eseményre. Az adventi időszak az a karácsony felkészülését jelenti számomra. Egy műsort rakott össze a tanárnő, ami versmondásról, gyermekjátékokról, és a végén egy közös énekkel készültünk. Szécsi Zsolt néptáncpedagógus szerint a gyermekek alázatosan és aktívan jártak a próbákra, és örömmel adták át magukat az ünnepi készülődésnek. Közös műsorral lép fel az adventi műsor keretein belül a Kultúr Egyesület. Tehát a kicsik, a nagyok, az idősek, tehát minden korosztály együtt készült erre az ünnepi műsorra, és egy 15 perces kis karácsonyi adventi készülődés néphagyomány jellegű táncjátékot mutatnak majd be. Pécs Blanka, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője szerint szükség van az emberek szívébe már most meggyújtani az ünnepi lángot, és lassan az adventi gyertyagyújtásokkal, a gyermekek előadásaival hangolódni a karácsonyi ünnepre. Legtöbb ember úgy gondolkodik még, hogy hú, de messze van még karácsony, nem is kell annyira még készülődni, de pont ezen szeretnénk változtatni, hogy ne az legyen a legfontosabb, hogy 25-ére karácsonyra minden zsúfolásig és hullafáradtan lassítsuk le egy kicsit az időt, és minden vasárnapot ünnepeljük meg egy-egy gyertyagyújtással, egy-egy ünnepi hangulattal. Az ünnepi program záró részeként meleg tea, forradbor és karácsonyi dalok kíséretében meggyújtották az adventi koszorú első lila gyertyáját is. A jótékonykodásé volt a főszerep ma Adorjánon. 65 ajándékcsomagot adtak át a helyi gyerekeknek a Sarlós Boldogasszony templomban. A csomagokat a magyarországi Szent István Lovagrend biztosította. A vasárnapi szentmise után 65 adorjáni óvodás és alsóosztályos diák kapta kézhez a budapesti székhelyű Szent István Lovagrend délvidéki csomagosztási akcióján belül a gazdag ünnepi csomagot. A gyerekek örömmel lestek bele a csomagokba. Kis babácsak itt rágott. Mi tetszett a legjobban belőle neked? Kis baba. A rend tagjai az egész éves munka mellett az év végéhez közeledve sem tétlenkednek. Kárpát-medence szerte igyekeznek segítséget nyújtani. Most Adorján legkisebbjeit tették boldoggá, mondta Orcsik Károly, adorjáni plébános, aki maga is a rend tagja.
Budapesten készítették el ezeket a csomagokat, tehát megkérdeztek engem is, de tehát a központban döntötték el, hogy az idejében az adorjáni gyerekeket fogják választani. Jártak itt többször is Adorjánon a Szent István lovagrend tagjai, tehát minden jártak itt többször is a Szent István király kard erekéjével. A gyerekeknek járó csomagokban édesség volt. Az óvodások ezen felül játékokat kaptak, az iskolások pedig egy a korosztályuknak megfelelő könyvvel lettek gazdagabbak. Ma délelőtt tartották a Dudás Kálmán Nemzeti Vers és Prózamondó találkozó döntőjét a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban. A szervezők célja, hogy a versmondóknak lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra, a szakmai fejlődésre, tapasztalatcserére. A Dudás Kálmán plakettet a Bács-Fekete-hegyi Vajda Noa Pálma érdemelte ki, míg a Dudás Kálmán díjat idén Bagi Natália nyerte. Lackfi János Őszinte megbánás című prózáját adta elő az Óbecsei Horváth Kinga a találkozón. A verset felkészítő tanára ajánlotta számára. Általában ő ajánl verseket, és akkor én kiválasztom, de általában tudja, hogy én milyen verseket szeretek, úgyhogy mindig pontosan tudja, hogy milyen vers kell nekem, és ajánl néhány verset, és én abból választok. Kautsky Dallos Máté Züfec című szövegkönyvének egy részletét tolmácsolta az Óbecsei Bagi Natália. Egyrészt azért, mert én is készülök színművészeti akadémiára. Ugye most már elkezdtem a felvételire is komolyan készülgetni, és közel érzem magamhoz ezt a szöveget, épp ezért is. Az öttagú zsűri több szempontot vett figyelembe a szavalók minősítése folyamán. Egyebek között azt, hogy hogyan sikerült a szavalónak a vers értelmét átadnia, annak hangulatát tolmácsolnia, de a művészi megjelenítést, a szép magyar beszédet és a versválasztást is pontozták. Volt most olyan versmondó, ahol letettem a tollat, nem jegyzeteltem, csak figyeltem és hallgattam és hatott. Több ilyen volt természetesen, de azt gondolom, hogy az ember átadja a költészetnek magát, a versmondónak, megpróbál azonosulni vele, megpróbál versben gondolkodni, és akkor a végén dönt. A Dudás Kálmán Nemzeti Vers és Prózamondó találkozóra idén csak nem 60 versmondó érkezett és vett részt a megmérettetésben. Könyvbemutatót tartottak tegnap délután a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban. Mészáros Anikó Epres kerti mesék című könyvét ismerhették meg az érdeklődők. Az interaktív bemutatónak könyv szerzője Berényi Emőkével beszélgetett, és közösen ismertették a gyerekekkel és szüleikkel az alkotást. A rendezvény társszervezője a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete volt. Az ihletése, nem árulok el nagy titkot vele, hogyha azt mondom, hogy személyes jellegű. Ugye egy kicsit a sztoriba is belemélyedjek, ez egy modern királylányos történet, egy modern szerelmi történet. 13 fejezetből áll, én meseregényként értelmezem, és a főszereplő Eperke, a szobalány, aki a szerelemnek az odaadó híve, és szeretné, hogyha a palotában, a királyságban mindenki boldog lenne. Ezért arra törekszik, hogy mindenkinek párt találjon, illetve a sérült szíveket összefércelje, és mindenkinek egy kis boldogságot csempészen a mindennapjaiba. Disznótorral egybekötött András napi vigadalom volt a hétvégén Törökbecsén. A rendezvényt azzal a céllal szervezték, hogy a nagyszüleinktől örökölt ételkészítési és fogyasztási hagyományok ne merüljenek feledésbe, és a fiatalok is megismerkedjenek a házi ételek készítésével, ízvilágával. A rendezvényt a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházában tartották, jó zene mellett szorgoskodtak a böllérek és az asszonyok, azzal a céllal, hogy megidézzék nagyszüleink disznótoros hagyományait. Hallod, mönnyel, nézd, itt van az autó. De vajon mi az igazi házias hurka és kolbász titka? Kolbászban először a hús, a paprika, fokhagyma, bors, só. Ez a hagyományos kolbász Törökbecsén. Addig, amíg a helyi Bokréta kézimunka csoport tagjai a hájas kifli dagasztásával foglalkoztak, az üstben már sercegett a töpörtő is. A lényeg az, hogy az elején állandóan, folyamatosan kikeverni, négy jön oda.
és aztán persze lassú tűzön még szépen kilámsul egész olyan pecsönnye pirosra. A bőléreknek a fiatalok is örömmel segítkeztek a rendezvényen. Egy nagyon szép szokás, szerintem. És nagyon-nagyon szeretném azt ott látni, amikor a mi utódjaink azt ott megcsinálják. Arra nagyon, nagyon örömteli lesz nekem, hogy lássam, hogy az utódjaim, a barátomnak, a barátaimnak az utódjai, hogy azt ott csinálják. A szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg. A gyerekeknek készültünk különféle játékokkal, ami kötődik az András naphoz. A szervezők különösen annak örültek, hogy a rendezvényen mintegy 20 fiatal is jelen volt. Mint mondják, ez azt bizonyítja, hogy a bánáti faluban a hagyományoknak, népi szokásoknak volt, van és lesz is jövője. A már lassan a hagyományos disznótól lassan elveszett elemeit átadjuk a fiataloknak is. És bízunk benne, hogy ez az esemény sikerül hagyományossá tenni, és nem csak az idén, hanem a következő évben is sokkal, de sokkal még tömegesebben meg tudjuk szervezni. A török-becsei András napi vigadalom mulatsággal egybekötött közös vacsorával végződött, amelyen mintegy 80 résztvevő családias hangulatban fogyasztotta el a hagyományos disznótoros finomságokat. 11 vajdasági és 3 magyarországi településről érkeztek versenyzők a 13. Suli Sztár énekes zenés vetélkedőre. A Tisza-Kálmán falvi katolikus kör színpadán mintegy 50 fellépő, 4 fő kategóriában és több alkategóriában versenyzett. 20 tanár 15 általános iskola diákjait készítette fel a megmérettetésre. Az első és második osztályosok közül Topolka Iván győzedelmeskedett, a harmadik és negyedik osztály legjobbja Kozák Csilla lett, az ötödik és hatodik osztályosok közül Túró Tímea kapta a zsűri legjobbnak járó elismerését, a hetedik és nyolcadik osztályosok közül Fehér Barnabás lett az első. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassús, nem... Fehér Barnabás a nehezebb dalválasztás ellenére nagyszerűen szerepelt a színpadon. A Szabadság Vándorai dalt adta elő. Ezzel az első helyet érdemelte ki. Ami oda kell figyelni, az, hogy a dalt átérezzük, el tudjuk énekelni. A kiejtés nagyon fontos. Azért vannak a jó barátok, a rég elvesztett álmot. A rendezvény nemzetközivé nőtte ki magát. Magyarországról 3 településről is érkeztek általános iskolások. Baksnak, Tisza-Kálmánfalva testvérvárosának tanulói minden évben színes programmal készülnek a jeles alkalomra. Nagyon-nagyon nagy szeretettel jövünk mindig Tisza-Kálmánfalvára. A testvérkapcsolat az olyan szinten mély, hogy gyerekek között vannak barátságok, és ez nagyon-nagyon nagy motiváció mindannyiunk számára, hogy a fiatalok egymás kedvéért találkoznak határokon keresztül. Milánovics Sándor, a Tisza-Kálmán falvai helyi közösség alelnöke kiemelte, az esemény nem csak kulturális, hanem turisztikai szempontból is jelentős. A vajdaság összes pontjából, szóval egészen Szabadkáról, Pirosról, Újvidékről, Temerinből, szóval mindenhonnan érkeznek ide Tisza-Kálmán falvára, így ugye meg tudnak valójában ismerkedni a falunkkal, és hát lehet, hogy még ötleteket is el tudnak innen vinni magukkal haza, és otthon kipróbálni. A rendezvényen a résztvevőknek külön díjakat is kiosztottak. A nagybecskereki Proletter nyerte a szerbiai országos birkózó csapatbajnokságot, amelyet a Bánáti városban szerveztek meg. A korábbi évekkel ellentétben a fináli helyett ezúttal már az elődöntőben összecsapott egymással Szerbia két legerősebb klubja, a Szabadkai Spartakusz és a nagybecskereki Proletter. 2-2-ig izgalmas volt a párharc, hiszen a szabadkaiakat erősítő Nagy Sebastian legyőzte a favoritnak számító korábbi Európa bajnok Fries Krisztiánt, az olimpiai bajnok Davor Stefanek pedig könnyedén hozta a saját meccsét a Spartakusz színeiben. A nagybecskerekiek azonban nem okoztak csalódást szurkolóiknak, és a nemes testvérek vezényletével végül bejutottak a döntőbe. A fináléban a belgrádi Partizán nem tudott meglepetést okozni. A Szabadkai Spartakusznak ezúttal a harmadik helyjel kellett megelégednie. További részletek a Sport hétfőben, hétfőn délután 5 órától.
Az immár hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es sorozat idén záró futamát, a mai Abu Dhabi nagy díjat. Hamilton mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsófokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája állhatott fel. A motorcsere miatt az utolsó rajtkockából startoló finn Valtteri Bottas negyedik lett, a négyszeres VB győztes német Sebastian Vettel pedig ötödik helyjel zárta az idei szezont. És a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Elkezdődött a karácsonyi ünnepkör, ma van advent első vasárnapja. 3,9%-kal megdrágult az áram Szerbiában. Életbe lépett a szerb büntető törvénykönyv módosítása, szigorúbb büntetések a gyerekgyilkosoknak. Megérkezett a december, ezzel együtt pedig a tél is, fagyra ébredhettünk ma. Köszönjük figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannorádióban ismét a reggelisekkel ébredhetnek, de persze lesznek óránként hír összefoglalók is. A Szabadkai Magyar Rádióban a Napindító várja a hallgatókat. Itt a televízióban most következik a Ne bámuljanak már című magyar dokumentumfilm. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!